Köszöntöm a kedves nézőket, a mai kreatív műhelyben a húsvétra készülünk. Veronika, mit fogunk ma csinálni? Üdvözöllek, Niki! Nem dolgoztunk még együtt, de remélem te is fogod a mai műhelyt is élvezni, és ugyanúgy, mint Vivit megfertőzte a kreatívkodás, te is igen sokat fogsz ezek után már ügyködni otthon is. Ugye már a hungarocell tojások időszakát éljük, tehát minden mű, a tojásfestés már kevésbé van divatban, tehát egyre többen ilyen maradandó díszeket készítenek húsvétre otthonra, úgyhogy én is ilyet hoztam most neked, hogy nézzük meg. És én nagyon szeretem a gyöngyvirágot, mit szólsz ehhez a szalvétához? Előre dolgoztam, szintén kitéptem a szalvétát. Gyöngyvirágos szalvétából én úgy szoktam, hogy kitépek előre, ránézem, hogy mekkora fér rá. Tehát ez egy ilyen 8-as méretű tojás, tehát erre a nagyobb nem, úgyhogy a kisebbeket tépkedtem ki neked. És a legfelső rétegét fogjuk majd használni. Kíváncsi leszek, hogy varázsoljuk rá. A legfelső réteget leszedjük, és majd azt fogjuk rárakni. De mielőtt dekupázsolnánk, mivel hogy ez egy hungarocell tojás, ezt érdemes előtte lefesteni, méghozzá én azt javaslom mindenkinek, hogy legalább kétszer. Attól függ, hogy milyen színű szalvétával szeretnénk dolgozni, ennek a legegyszerűbb, hogyha fehér alapú szalvétát választunk, és azt fehér alapozó festékkel, akrilfestékkel, amivel szoktunk dolgozni, a fehér vízbázisú akrilfestékkel kell festeni. Kétszer legalább én azt javaslom. És a festés pedig szivacsecsettel a legegyszerűbb, tehát ezzel a legegyszerűbb festeni. Én odaadom neked, és akkor próbáld meg. Jó. Adok neked festéket és szivacsecsedet. Nem kell sok festék, tehát nem kell, hogy az ecseten sok legyen, csak éppen, hogy legyen a rajta. Tényleg jobb ez, mint a rendes tojás, abból mire kifújod a belsejét. Igen, ez eléggé macerás. Igen. A simán festeni pedig annyira nem túl jó, mert nem tartós, hogy egy pár nap után annak vége. Ne húzgáld az ecsetet. Ja, csak nyomkodjam. Csak nyomkod körbe szépen. Ja. Mindenhol legyen festék. És akkor mesélj te, most új munkahelyen? Vagy most kezdtél? Hogy is van? Hát, vagy 5 hónapja körülbelül. Hát akkor ez nem is olyan nagyon-nagyon új munkahely. Igen. És úgy hallottam, hogy nagyon kreatív vagy egyébként a munkahelyeden. Igen, igyekszem. És mit festettél? Hogy is van ez? Hát a vágószobám fala egy kicsit már csúnyácska volt, és virágokat, pontosabban egy faágat, és arra virágokat, meg madarat festettem. És ne csaptak rád rögtön a kollégák, hogy igen, akkor itt igen. A helyed ebben a műsorban. Kétfajta tojást készítünk, két egyszerű tojást hoztam egyébként, amit könnyű elkészíteni. Az egyik egy sima dekupázsolt tojás lesz, a másik meg a többiek már ismerik, én bútorfestéket kenek mindenre, úgyhogy a tojásra is azt fogunk kenni, bútorfestéket, de ez egy olyan bútorfesték fajta lesz, ami repedő festék, tehát ilyen régi hatású repedéseket lehet elérni a bútoron, nem is tojáson fogjuk kipróbálni, hogy milyen. Akkor ezt is lealapoztad, akkor megszárítom, ha mindenhol sikerül, és akkor erre megy a második réteg. És a következő fázis, akkor a megszárított tojásra a szalvétát ráilleszted. Tehát még egyszer mondom, csak a legfelső réteget, tehát ezt a mintás színes réteget fogjuk rárakni. Tehát rákenjük a dekupázs ragasztót a tojásra, és akkor ráilleszted a szalvétát. Tehát nézd, úgy, ahogy ráillesztettük, megnézve, hogy arányosan egyforma helyre kerüljön majd, tehát itt bekentük, és akkor, Már tegyük rá? Lehet rárakni. Nem kell nagyon vastagon rá a ragasztó, és akkor rá simítod egy picit, és aztán semmi gond, még ezt itt fel lehet szedni. Tehát még nem simítjuk rá, ezt szépen fel lehet szedni. Most én ezt megcsinálom, a következő a tiéd lesz, jó? És akkor belülről kifelé haladva az ecseten, ami maradt dekupázs ragasztó, tehát nem kell nagyon belenyomni a ragasztóba. Mm. És akkor szépen, csak a szélei, vagy szépen, az egészet? Az egészet szépen rásimítjuk.
Akkor miután megszárítottuk, tehát meg tudod fogni teljesen száraz, elkészült. Utána lehet, mi most csak lakkozni fogjuk. Kötöttem egy mosnit, és akkor ezt levehetem? Igen, tehát kihúzzuk a hungarocell tojásból a hurkapálcát, és akkor a végére ezt a mosnit. A másik tojású, az egy picit extravagánsabb lesz. Bútorfestéket fogunk rá használni. A repedő festéknek van egy alapozója. Megfestjük, és újra megszárítjuk majd, és a kettőt fogjuk összecsiszolni majd. Leporoljuk, és akkor készen van, lehet díszíteni. Lehet ragasztani, meg lehet tűzni gombos tűvel, kétoldalú ragasztóval rá lehet ragasztani, vagy bármivel. Ezt ide alá préselj. Igen, ide egy picit alá. Én most egy gombos tűt adok neked. Így körbe? Igen, úgy körbe, hogyha lemérted, akkor el is lehet vágni. Ha gondolod, akkor tudok rá egy mosnit csinálni, vagy a tetejére, vagy az aljára. Tehát mind a két oldalt? A végén tűzd meg. Elkészültek ezek a hungarocell húsvéti tojások. Mi már Veronikával várjuk a locsolókat. Próbálják ki otthon önök is.